A jelekből ítélve folytatódik a bonyhádi strandfocis sikersztori, ami Bölcsföldi Zoltán csapatvezetővel az élen már több mint egy évtizede tart. Felnőtt és utánpótlás szinten egyaránt. Nincs olyan év, hogy valamelyik korosztályos strandfocis csapatuk, előfordul, hogy több is, ne végezne a dobogón, és a felnőtt csapat is minden évben meghatározó tényezője a hazai legjobbak végső küzdelmének. Egyetlen vidéki csapat, amely bele tud szólni a spanyol, portugál, brazil és olasz, és már ukrán régiósokat is foglalkoztató Goldwing Budapest, a Gyöngyös és a Bodon Ese dolgába. Többször játszott már nagy döntőt, és lett ezüst vagy bronzérmes a bonyhádi társulat. Az idei első sikert az U17-es csapat szállította, azzal, hogy címvédőként nagy döntőt játszhatott a fővárosban, és azt ugyan elvesztette, de ezüstérmes lett az együttes. 2012 óta, amikor itt rendelkezünk ezzel a minőségi strandlabdarúgó pályával, azóta szerveztük meg az utánpótlást, és foglalkozunk vele elég komolyan a legkisebbektől, és ennek az eredménye az, hogy egyre szebb eredményeket tudunk elérni az országos bajnokságokon. Most már többször nyertünk országos bajnoki címeket, vannak dobogós helyezéseink. Most ez az U17-es bajnokság is egy ilyen érmes helyezést hozott. A nagy válogatottnál szereplő Genzler Kornél és Szászi Dávid mellett ott van már az U21-es válogatottban Sárti Bence, és esélyes erre az U17-es csapatból az a Wirth Dániel, akit az országos bajnokságon a torna legjobbjának választottak, nem csak a fél tucat gólja miatt. Akit nagyon fiatal kora ellenére néhányszor már a felnőtt válogatott keretedzésére is többször meghívtak. Úgy érzem, jól tudok lefordulni, gólerős vagyok, és ügyes vagyok levegővel. Lehet speciálisan erre edzeni? Tehát most milyen gyakorlatokat csináltok, ami kimondottan strandfoci is? Hát levegőbe tartjuk például, ollózunk sokat, a sokat segít, és kapura lövünk. Amikor a fővárosi Városgazda elnevezésű csapat ellen elvesztett U17-es döntőt szóba hozzuk, Dani még mindig bosszus, bajnokként, mi több, bajnoki címvédőként szeretett volna hazatérni Bonyhádra, és az ellenfél szerintük igenis verhető lett volna. Jobbak voltunk, küzdöttünk is végig, csak nem jött ki az ügyesség. Végig támadtuk a meccset, csak lekontráztak minket. Az ez is szépen csillog, vagy ez közhely? Hát, szépen csillog, de az arany jobb lett volna. Évek óta elmondható szerencsére, hogy szinte nem volt, hogy magyar válogatott az elmúlt években, hogy ne lett volna benne Bonyhád, és ennek nagyon örülünk. Bonyhád az a magyar város, ahol nincsenek érdekellentétek a nagypályás, a kispályás labdarúgás, ezen belül a futzál, és az új divatként megjelent strandfoci képviselői között, ami másút még mindig jellemző. Itt éppen ellenkező a helyzet, szakmai meggyőződésből valamennyinek teret adnak a sokoldalú képzés, sőt, a tökéletesebb rehabilitáció jegyében. Valaki megnézi mondjuk a Real Madridnak az akadémiáit, ott a gyerekek számára az akadémiában eleve kiépítik ennek a feltételrendszerét, és mind a nagypályás edzések mellett ott az akadémia keretein belül rendelkezésre áll a terem, azaz a futszál edzéseknek a megteremtése, és ugyanúgy a strandlabdarúgó pálya is rendelkezésre áll az akadémián belül, és mindegyik résznek elmondják, hogy miért van szerepe a gyerekek képzésébe, mindegyik más-más kompetenciákat fejleszt, és a komolyabb egyesületeknél már így fejlesztik a gyerekek képességeit, meg ezen kívül még egyéb szerepe is lehet, például nem véletlenül látni rehabilitáción végző híres játékosokat rendszeresen homokon edzeni, mert például egy sérülés után ez a közeg nagyon jól tudja akár a tért bokasérüléseket a rehabilitációsan javítani az állapotát, izomfejlesztésben nagyon szerepe van. Jelzés értékű, hogy a közelmúltban az egyik jeles hazai labdarúgó akadémián, nevezetesen Felcsúton, épült strandfoci űzésére alkalmas homokos pálya.